A kezdet uh, új már újvidékhez fűződik. 1965-ben indult az új szimpózium folyóirat, aminek a negyedik, ötödik számától kezdve 67, uh, 65 és 67 között, uh, hát uh, szerencse folytán, az én feladatom volt, amire, amire, már akkor fantasztikus nagy dicséreteket is kaptunk. Az egész, ez volt a kezdet-kezdete, ami meghatározta a jelenemet abban az időben is, és, és talán a máj tartó életem is valahogy ettől a ponttól alakult így, ahogyan alakult, és Hát, ha szabad azt mondani, hogy szerencsésnek mondhatom azt, hogy végül is ide jutottam, ahol a mai nap vagyok. A, a szimpóziumnak a, a szellemi atya, és mindenben a kezdeményezével, szinte erről láthatóan, képzőművészettel, irodalommal kapcsolatban is tollan volt. Ő pedig, hát pat, patriotta kötelességből valahogy, felfedezett már abban a, 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 a kezdő, képzőművész világban is. Hát ki azért megfogva a kezemet, valahogy Végig vezetett a legnehezebb napokon, és, és az indulás is a nevéhez fűződik. Az ott lévő kortárs irodalmárok mutatták meg nekem az irányt, hogy merre is. Én, én az irodalomról jóformán semmit. A családi házból, irodalomból, műviszettekből semmit nem vittem magammal. Ez volt az első alkalom, mikor mikor mélyebben tudtam belemérni abban, ami az életben művészetet jelent. És utána munkásságomban, sőt a mai napig is a gondolkodásomban mindig próbálom úgy alkalmazni azokat a, a mélyebb prózai, szellemi értékeket összehozni a képzőművészettel, tehát sokkal többet mondani a plakátművészetben is, mint kimondottan csak vizuális érték. Az irodalom mindig indulópont volt mindenben. Bármilyen feladatom van, az első dolog, hogy leülök elolvasni ezt a pár számomra nagyon fontos irodalmi, félretett, aláhúzott irodalmi dolgokat, hogy aztán le tudjak ülni magam, folytatni azokat a gondolatokat, ami nekem sokat jelent, illetve ami már a témához fűződik, ami a feladat miatt kezdtem el az egész folyamatot. Minden tervező grafikusnak, illetve a mai világban azt mondják, hogy plakát a, a, a legnagyobb bálma színházakkal képíteni kapcsolatot, a színház nyelvén tudni szólni, a színháznak megfelelő módon dolgozni. Szerencse volt az első pillanat, mikor mikor olyan plakát születhetett, hogy a, a színház oda volt az örömtől, és az új idéki színház, aki akkor 20 év volt a, a plakát tervezés világában a, a legfontosabb állomás, ahol, ahol műhely, ahol tulajdonképpen kísérletezési formában úgy építettem a művészetemet, ahogy nekem megfelelt. Plakátot leülni, fiktívan plakátot csinálni, az nem megy. Jó plakátnál szükség van egy jó megrendelőre és egy jó grafikusra. Az, ha plakátnak nincs megrendelő, akkor már fél feladata nincs, mert a plakátnak plakát az értelmez, a plakát, a plakát nyelvén kultúrát terjeszt. Informál arról a feladatról, ami miatt készül a plakát. A színházplakát kivételes dolog, mert, mert a tartalom az mindig egy kis eh, eh, komolyabb a színházaknak szerintem kötelességük minél több műfajt befonni egy, egy, egy alakuló új színdarab kivitelezésekor. A, a, dramatú, a, a, a rendezőn, a színészeken, a díszletjelmeztelőn, a zeneszerzőn kívül ha még van lehetőség, képzőmész grafikust is be kell mondani, és mindenki a saját eszközével valahogy véleményt mond arról a darabról, amiről, amiről készül a darab. Ha a színház darabot fogalmazunk meg, illetve próbálunk grafikai eszközökkel értelmezni, akkor valóban egy színház szöveget nagyon át kell tanulmányozni, hogy hajszál pontosan a pillanat művészetével bármilyen hangulatot, tartalma tudjunk sugalni a darabból. Ez, 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 hihetetlenül nehéz dolog. Tehát, ha én nekem 300 színház plakátom van, amire az eddigi kritika mindig pozitív irányt mondott, akkor az azt jelenti, én 300 drámai szöveget szőrszál pontosan áttanulmányoztam, hogy, hogy véleményt mondjak róla grafikai eszközökkel. Az itteni, illetve a magyarországi plakátosokkal való kezdeményezés, találkozást én kezdeményeztem, és valahol a Varsói Biennáli megnyitóján találkoztam először az akkor dopnak nevezett eh, magyar plakátosokkal, ők az Orosz Pisti, Pócs Péter, Ducki, Pincei, akik hát mai napig is nevek a magyar plakát művészetben, sőt a magyar plakát, Mű... magyar plakát társaságnak meg alapító tagjai. Tehát lelkükön viselik mai napig is a magyar plakát alakulását, történetét. Érni. Hát ebben a kezdeményezésben én is benne vagyok és hát nagyon nagy terveink vannak, voltak már az első pillanattól kezdve, de sajnos nagyon nehezen alakul bármi. Az én plakátainak a második hatalmas nagy értéke, amit valamikor új csináltam, az, hogy mindent szerigráfiával, szita csináltam, kis példányszámban, mert akkor az új színház plakát hát nem az Új Színháznak, magának a színháznak nem volt hatalmas nagy közönsége. Az Új Színház magyar nyelvű plakátjait nem kellett utcán ragasztva közönséget toborozni. A színház plakát az, az, az szinte a bemutatókon lett igazi színház közönség, a premier közönségnek lett elosztogatva, és az megtörténik máig napig, hogy új idékre, ha elmegyek új díkra, máig napig megtalálom a plakátjaimat, fantasztikusan megtisztelt környezetben.